Jó ember, ébredjön! Ha? Csak szólok, hogyha öngyilkosnak tetszene akarni lenni, erre már nem gyűnnek a vonatok egy éve. Akkor mit ajánl? Hát, legközelebb arra úgy 6 km van egy működő vasútállomás, vagy elballag addig, vagy a busz, de az még elkanyarodhat. Jaj, édes Istenem, Imruska, most beszéltünk az orvossal. És mit mondok? 2 óra múlva műtenek, és bele is hallhatsz a műtétbe. Azért mondtam, bogárkám, hogy ne ragaszkodjunk ehhez a műtéthez. Most már menjen, kérem. Ne haragudjon, feltartottam egy percre. Úgy látom, hogy fürödni készül. Jól látja. Egy romhalmaz az életem. Képzelje, megműtöttek. Most meg jobban vagyok, mint valaha. Mint ha kicseréltek volna. Most örüljek neki. A jó Isten nem engedi, hogy meghalljak. Vonat, kötél, gyógyszerek. Még egy beteg kórlapját is kicseréltem az enyémmel, hogy meghalljak.
de az orvosok megmentették az életem. Ez a dolguk. Szerintem csak megfázol majd a hideg víztől. Itt maximum másfél méter lehet, ha egyáltalán áttöröd a jeget. Azt mondod, be van fagyva? Hát nem látod? Nincs nálam a szemüvegem. Itt az enyém, nézd meg. Tudtam, hogy hideg van, de nem gondoltam volna. Lehet, hogy igazad van. Na gyere, meghívlak egy italra. És elmeséled, miért akarsz meghalni. Hát tudod, van egy rockzenekarom, de sehogy se sikerül. Fantasztikus teltházas koncertet tartott a frissen felfedezett Hős Edvárd, a Kőszikla és zenekara tegnap Hollywoodban. Még soha nem volt ekkora kassza sikere egy frissen felfedezett zenekarnak. Hős Edvárd, a Kőszikla ezt nyilatkozta. Sikeremet annak az ismeretlen embernek köszönhetem, aki megmentette az életemet. Sajnos ő már nem jön. Szerencsétlen, most futott be pár éve. Én is szerettem a zenéjét. Megszületett a pár éve felfedezett és drogtúladagolásban a napokban elhunyt Hős Edvárd, a Kőszikla fia. A gyermek a Vilmos kereszt nevet kapta. Hős Vilmos ma átvette Oszlóban az orvosi Nobel-díjat. Szentül hiszem, hogy mindnyájunknak küldetése van az életben.